Nagyjából ennyien rajtoltak el az aranyparttól a Püspökerdő felé a fiúk és a lányok között is minden egyes korosztályban a mezei futó diákolimpia városi fordulóján. Az általános iskolások versenyen 4 korcsoportban 8 mezőny vágott neki a táboknak, a legkisebb lányok 900, a legnagyobb fiúk 4000 métert teljesítettek. Előnevezések száma 700 fő volt kereken, elvileg helyszínnevezés nem lehetséges, de pár nevezés még érkezett, illetve első korcsoportba se érkezett még be nevezés, úgyhogy közel 800-900 főről beszélünk. A győri fordulóra 24 általános iskolából érkeztek futók, a 2002-ben születettektől egészen a 2009-es korosztályig. Az indulók létszáma minden eddigi rekordot felülmúlt. A diákolimpia városi versenyekkel indul atlétikában is, majd következnek a további megmérettetések egészen az országos döntőkig. Most így március végén kezdődnek a mezei fordulók, április vége fel elkezdődnek a városi pályaversenyek, májusban vannak a pályaversenyek, ami megyei forduló, és akkor majd utána lehet tovább jutni május vége, júniusban az országos fordulókra. Az atlétikai városi fordulókból a futamok első 4 helyezettje folytathatja a szereplést a megyei körben, az iskolák csapatai közül pedig az első 2 helyezett jutott tovább.